Az augusztus 23-a és 27-e között megrendezésre került duisburgi világbajnokságon kvótát szerzett Suba Róbert a kiskörösi paralimpikon a 2024-es párizsi paralimpiára. Augusztus 30-a és szeptember 1-e között pedig a párizsi előolimpián mérethette meg magát, ahol sikerült bronzérmes helyen végeznie, valamint lehetősége volt felmérni a pályát. Itt a pályán nincsen olyan szélvédett hely, tehát mondjuk akár mondhatnám Montemort, ugye az EB, ahol volt, hogy a szélső pálya egy picit szélvédettebb, vagy a duisburgi pályánál is volt, hogy a fákhoz közeli pálya az egy picit szélvédettebb. Itt nem, itt egy nagy felületről, vízfelületről van szó, ahol akadálytalanul megy a szél, tehát egyenlőek a feltételek. Suba Róbert elmondta, bízik abban, hogy a versenyen az időjárási körülmények kedvezőek lesznek, mentesek a tarajos hullámoktól és a nagy széltől, oldalszélre azonban biztosan számíthat a verseny során, így egy kisebb pihenő után erre is megkezdi majd a felkészülést. Főképp az ügyesség fog dominálni, főleg kajaknál, kenunál meg ügyesség és erő, mert tartani kell a pályán a hajót, kormányozni kell, és minél hamarabb ugye célba érni. Tehát nem egy gyors pályáról lesz szó, hanem inkább egy ilyen ügyesség kormányzásra fog hangsúlyozódni. A sportoló számára hamarosan elkezdődik az alapozási időszak, majd tavasszal megkezdődnek a paralimpiai válogatók. Ezt követi egy hosszú és nehéz időszak, amelynek végén a párizsi paralimpián mutathatja meg az elmúlt hónapok és évek kemény munkáját a kiskörösi paralimpikon.